Pál Zoltán következik. Pál Zoltán polgármester, falugondnapi szolgálatot működtető településről érkezett, és azt arra kértem az urit, hogy foglalja össze, tehát a polgármester sapkáját tegye föl, hiszen ő sok szerepben létezik ott a térségben, a településen, és próbáljon meg nekünk egy olyan keresztmetszetet adni, hogy ő, mint polgármester, hogy látja a falugondok szerepét a saját települése életében. Én közben azt szeretném kérni, hogy ott, aki bukóablak szomszédságában ül, próbálja meg lebuktatni az ablakot, hogy egy kis levegőt kapjunk. Jó, Jenő, akkor legyen. Igen. Tehát ebben az etapban Zoli előadása lesz az utolsó, és utána kérdésekre van lehetőség, és 10:45-től indítjuk a kávészünetet, addigra fölkészítik majd a büfét oda a biliárdasztalra. Zoli, tiéd a szó. Köszönöm szépen, megtisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, ahogy itt a Marci bemutatott, én Kerkaszent Király polgármestere vagyok, és hát köszönöm a felkérést. Ami talán fontos, hogy elmondjak, hogy én kevésbé szakmapolitikai leszek, teljesen szubjektív oldalról próbálom megközelíteni ezeket a dolgokat. Hát néhány dolgot előjáróban engedjenek meg, hogy a településemről elmondjak. Ez egy Zala megyei kis település, közvetlenül a szlovén-horvát hármas határ mentén. És hát én 90-től vagyok polgármester, így annyi helyzeti előnyöm van, hogy folyamatában látom a változásokat, a 90-től történteket. Ez a kis település, ez annak idején, amikor elindultunk, 360 fővel indult, most egy 100-assal kevesebben vagyunk, de hát azt hiszem ez jelez minden, de hát gondolom vannak többen a teremben olyan falugondok, akik hasonló településen élnek és hasonló problémákkal küszködnek. Ez egyben jelzi azt, hogy nálunk a fiatalok jobbára ellentek, mert aki kiteszi a lábát és tovább megy tanulni, nem jön vissza. Jobbára többnyire idősebbek maradtak ott, és hát bizony ez meghatározza azokat a feladatokat is, amit nekünk végeznünk kell. A falugondnokság, mint olyan, 1993-tól van a településen, akkor még nem is így hívták, hanem az akkori minisztérium által kiírt szociális busz pályázatra mi bepályáztunk, és akkor gyakorlatilag nyertünk, és azóta működik nekünk egy falubuszunk, megszakítás nélkül, és abban az időben még nem volt normatíva természetesen, csak később kaptuk meg a normatívát, de így is fenntartottuk. Hát így legalább volt megint csak egy kis helyzeti előnyünk annyiban, hogy bizonyos dolgokat már el tudtunk indítani. Akkor is már szociális célra használtuk elsősorban a buszt, és amikor ez intézményesült, akkor viszont mi is abba a sorba álltunk be, amit gyakorlatilag mindenki az országban. És hát ebben nagyon nagy szerepe volt, és nem a kötelező udvariasság okán mondom ezt, hanem azért, mert ez tény. A Zalai Falvakért Egyesületnek, akinek egyébként mi alapító tagjai is vagyunk, és hát így, hogy közel voltunk az információhoz, így tudtuk ezt a munkát folytatni, illetve hát már intézményi keretek között folytatódott nálunk a falugondnokság. Hogy milyen feladatokat lát el a falugondnok, hát megmondom őszintén, hogy ezek a kistelepülési polgármesterek, mint ahogy én is tiszteletdíjas vagyok, tehát igazándiból nem főállású polgármester, mert hát egy ilyen kistelepülésen talán nincs is rá szükség, de nehéz helyzetben vannak. Mint ahogy mondták nekem, hogy tegyem fel a polgármesteri szemüvegemet, és azon keresztül próbáljak megközelíteni a problémát. Nagyon sokszor nincs is más munkatársa a polgármesternek, mint maga a falugondnok. Tehát itt ugyanúgy, ahogyan a polgármester vagy a falugondnoknak nagyon sok mindent kell csinálnia, vállalnia, még azon túl is, amit általában mondjuk a szakma megfogalmazott, így a polgármesternek is hasonlóképpen ugyanígy. Hát nehéz helyzetben vagyunk akkor, ha mondjuk el akarjuk készíteni a falugondnoknak a munkaköri leírását.
Hát, ha mindent beleírnánk, hát az egészen máshogyan nézne ki, mint amit ellenőrizni szoktak nálunk, ugye, amikor eljönnek, az teljesen máshogyan nézne ki. Hát bizony vannak olyan feladatok, amiket muszáj annak okán beleírnunk, hogy a településen elvárják tőlünk, mert ezt gyakorlatilag bizonyítani kell nekünk, hogy dolgozunk és ott vagyunk, viszont nincs hozzá erőnk, vagy személyzetünk. És ebben a nem azt mondom, hogy heroikus, de ebben a kemény munkában bizony gyakran több településen és a környéket ismerve ketten a polgármester és a falugondok az, aki ebben tevékeny szerepet tud vállalni. Éppen ebből következik az, hogy itt, ami elhangzott, hogy például a közmunkaprogram, hogy mennyire nem egészséges, ez persze, hogy nem az. Ezt mi is tudjuk, de ki? De ki? Kire bízzuk? Tehát ha nincs forrás, nincs rá ember, akkor muszáj megosztani ezeket a feladatokat, és bizony én nem azt mondom, hogy nálunk a falugondok végzi a közmunkásokkal kapcsolatos összes feladatot, de igenis a koordinációt, bizonyos ellenőrzéseket, muszáj, hogy megosszunk egymás között. És ez az élet. Tehát ettől most mondhatnám másképpen is, hogyha itt vannak olyanok, akik ellenőrzni szoktak bennünket, és azt mondják, hogy ájjájjaj, ez így nem egészen jó, de hát ez akkor is így van. De hát ezt szerintem önök is tudják jobbára. Hogy miért jó a településen a falugondoki szolgálat? Hát azért, mert pont ezeket a feladatokat nélkülük mi nem tudnánk ellátni. Gondoljanak bele, hogy egy polgármester, aki tiszteletdíjas, az dolgozik valahol, valamilyen munkahelyen, és nem tud a napi 24 vagy napi 8 órában, csak nem akarok 24-et mondani, de a napi 8 órában azzal foglalkozni. Az egyedüli főállású ember a településen a falugondok, tehát rajta keresztül tudja ezt megoldani. Én, ahogy mondtam, hogy 93-tól van nálunk falugondokság, én szerencsés embernek vallom magam, mert nagyon jó falugondokaink voltak, akinek a munkáját én is nagyra becsültem, és a település lakói is nagyra becsülték, és ez mai napig így van. Ez egy szerencsés helyzet, bizonyára vannak más példák is, mint ahogy itt elhangzott, de hát ahány ház, annyi szokás. De a polgármesternek is tudnia kell, hogy muszáj, hogy együttműködjön a falugondokkal, hiszen nem is támaszkodhat másra. Na most az a polgármester, aki ezt nem így látja, vagy az a testület, amelyik ezt nem így látja, szerintem vak. Tehát ő akkor rosszul kalibrálta magát, akkor változtatnia kellene ezen a dolgon, mert ez máshogyan nem fog menni, főleg ezeken a kis településeken. És úgy, ahogy mondhatnám, hogy a polgármester is, a falugondok és a falunak a keze, lába, szele, füle és minden, amit hozzá gondolhatunk. Tehát ezeket mindenképpen fontosnak tartom, hogy ez az együttműködés, ami annyiszor elhangzott itt már is, kivetítő megvolt, és a kommunikáció, és az együttműködés, és a bizalom, hogy ez meglegyen. Ezt valóban ki kell alakítani, és ebben bizonyára nagyobb felelőssége van a testületeknek és a polgármestereknek, mint a falugondokoknak. Mert azért lássuk be, hogy ők, kvázi mondhatom azt, hogy kiszolgáltatottak, úgymond, hiszen ők alkalmazottak ebben a dologban, de én azt hiszem, hogy nekik nem alkalmazottaknak, hanem munkatársaknak kell lenni, és akkor dolgozunk jól, és akkor tudunk jól dolgozni, ez valóban így is van. Hát nekünk is nagyon nagy problémát okoz a helyettesítés, az imént elmondottak alapján. Ezt úgy próbáljuk meg áthidalni, hogy nekünk korábbról is nagyon kapcsolataink vannak a települések között. Települési szövetségek működnek most már 94 óta a mi térségünkben, és ezek a települési szövetségek önkormányzatokat foglalnak magukba, és az önkormányzatokon keresztül így a falugondokok is gyakorlatilag napi kapcsolatban vannak egymással, és kölcsönösen kisegítjük egymást. De hát sokszor van úgy, hogy akkor, ha a falugondok beteg vagy valamilyen oknál fogva szabadságol be, hát akkor a polgármester beül a falugondoki autóba, és ellátja a feladatot, akár a szabadsága terhére, ha ez így van, mert egyébként nem lenne.
finanszírozás kérdésében mindenképpen megemlíteném azt, hogy természetesen nem elég ez a pénz, nem elég ez a normatíva, amit mi kapunk. És hát talán itt említeném meg azt, hogy lehet, hogy át kellene gondolni, lehet, hogy ereknek gondolat, de mégiscsak át kellene gondolni azt, hogy ugye a falugondnoki autók gyakorlatilag csak ezekre a szociális jellegű dolgokra használhatók, és hát igazándiból nem lehetne, vagy nem lehet vele bármi nemű bevételt realizálni a településen, és ez bizony nagy gond. Nagy gond, mert én tudom, hogy mi a szándék ezzel kapcsolatban, hogy ne menjen el egy piaci irányba ez a dolog, hiszen a maga lényege az, hogy a szociális ellátást és a rászorulókat segítse, de ha egyszer nincs hozzá elég forrás, és ha nem adnak hozzá elég forrást, akkor ez most nagyban beszűkíti az önkormányzatoknak a lehetőségeit, mert nem tudnak, mert ha nincsen helyi adó például egy ilyen kis településen, nincs egyéb bevétel, viszont ez van. Nem azt mondom, hogy ezzel tudná megoldani, de azt a terhet, azt a nyomást tudná egy kicsit, ezt a prést tudná egy kicsit lazítani. És hát lehet, hogy akár adott esetben a falugondoknak az elismerésére is lehetne fordítani, mert még akár meg is lehetne címkézni. De önmagában az a lényeg, hogy ezzel a mi mozgásterünk nagy mértékben beszűkül. És ez talán valamilyen szinten, vagy valamilyen mértékig újragondolásra lenne érdemes, hiszen a mi településünket tekintve vannak igények. Vannak igények arra, hogy igénybe szeretnék venni az autót ilyen-olyan alkalmakkor. Na hát most ugye hivatalosan ez így nem működik, vagy hát nem lehet. Hát még csak annyit tennék az egészhez hozzá, hogy ugye régen azt mondták, hogy a településen a tanítók azok ilyen lámpások gyakorlatilag. Hát ezek a lámpások most már több helyütt, főleg a kis településeken egyszerűen nincsenek. Most már csak mécsesek vannak legfeljebb, és ezek a mécsesek mondjuk a falugondnokok, vagy a testületek és a polgármesterek. Mert aki foglalkozik a faluval, már nem maradt más szinte. Természetesen, ha van néhány civil szervezet, aki közösségépítés címén és egyéb programok szervezésében segítségünkre van, de mégis azt hiszem, hogy ezt a munkát a falugondnokok, illetve a testületek vették át. Hát én azt kívánom öröknek, hogy továbbra is jó erőben, egészségben, kitartásban és türelemmel végezzék ezt a munkát, és hát világítsanak sokáig még ezekben a kis településekben, mert bizony, hát ahogy most áll a szénánk, én úgy ítélem meg, hogy nekünk, önkormányzatoknak, falugondnokoknak gyakorlatilag a legfőbb mottunk a túlélés, valamilyen szinten való túlélés. Nem igazán látom azt, hogy milyen nagyon nagy fejlődési lehetőségeink vannak. Elindult egyfajta lefelé ívelő pályán a kis települések sorsa, és nem tudom, hogy mi tudná ezt konkrétan megállítani. Mi is próbálkozunk, ahogyan látták a képeken, főleg a turizmus irányába igyekszünk elmenni, mert ez az egyetlen lehetőségünk. A mezőgazdaság már itt az imént elhangzott az előadásban, tehát ezt már néhány embervégzés nincsen, ennek gazdasági megtartó ereje a településen és a térségben. Tehát azt hiszem, hogy nagyon nagy feladat vár ránk. Hát még egyszer kívánok önöknek ez jó erőt, egészséget, és hát ahogy mondtam, világítsanak sokáig. Köszönöm szépen!